Lehet, hogy önöknek is feltűnt ez a kis bevezető, ez a 2-3 másodperc, ez bizony egy teszt lesz. Ezúttal ezt az autót fogjuk kipróbálni, ami annyira új, hogy nagyon, még hivatalosan be sincs vezetve a magyar piacra. De kezdjük talán Ádámtól meg Évától, mert akkor a Bence kezébe lerohad a kamera, amíg végigmondom, és ez nagyon vicces, amikor így remegve próbálja tartani. Szóval az a lényeg, hogy a Peugeot jellemzően az a márka, amely így 8-10 évente vesz egy nagy lélegzetet, és azt mondja rendszeresen, hogy no, majd most akkor megújulunk, meg prémium cuccot gyártunk, meg minden, aztán ez így nagyjából sose sikerült, egészen addig, amíg ki nem jöttek az új 308-assal, illetve főleg a 3008-assal, amit Genfben már megnéztük, és egyértelműen bejött nekik, nagyon-nagyon sokat adnak el belőle, hiszen majd látni fogják, a Peugeot valami olyan szintre tekerte fel a prémium potmétert, hogy abban már egy kicsit beleremegnek Ingolstadtba, Stuttgartba, meg Münchenbe is. Ez nem a 3008, bármennyire is hasonlít, ez az 5008, ami tulajdonképpen ugyanazt a technikát és a padlólemezt használja, mint a kisebbik, viszont nagyobb, demonstrálom, hogy ez már tud lenni 7 személyes is. Mégpedig így, meg ott is ki lehet hajtani azt az ülést, majd kipróbáljuk, hogy mennyire lehet beférni hátra. És hogyha azt mondtam, hogy a Peugeot próbálkozik, meg mindig valamit kitalálnak, akkor most viszont be kell vallani, hogy ez azért elég jó lett. Majd mindjárt megfejtem azt is, hogy igen, ez így működik. Ez azért elég jó lett, szóval sikerült egyértelműen a SUV felé mozdítani ezt a... Hát igen, azért beverem a fejem, lehetne ezt magasabbra is nyitni, majd megoldjuk. Szóval sikerült egyértelműen a SUV-ok felé elmozdítani úgy a 3008-ast, mint az 5008-ast. Eddig ez egy ilyen crossover, összvér, minek nevezzelek, felfújt patizon volt. Most már van neki egy nagyon szép arca, egy igen-igen ütős formátára, mert ahhoz azért értenek a franciák. És hát tényleg az igényességet már a csomagtartón észrevesszük. Nézzük meg, milyen szépek ezek a kábel átvezetők. Nagyon jó, nagyon-nagyon dizájnosak. Tök jó illeszkedik itt is minden, és ezt meg is erősítették a Peugeot-sok, papararám, egyre több Audi, BMW, Mercedes vásárló vesz Peugeot-t, és ez nem lehet véletlen. A magyar sokkal-sokkal finnyásabb szerintem, mint a német, mert a belbecset, meg a mutatványozást, a mutatást, ami a bling-blinget, az sokkal jobban szeretik, és ha a magyarok elkezdik venni a 3008-as meg az 5008-as, ez azt jelenti, hogy valószínűleg tényleg tud valamit. Na ezt a valamit most mindjárt kiderítjük. Lehet kalimpálva csomagteret nyitni, kipróbáljuk, nem? Ez nem egy nagy dolog, ez nyilván egy beszállító. Hát valószínűleg nincs benne a kulcs, Michael Flatley is rugdoshatnás a lökhárítót, akkor sem nyílik ki, valamit biztos rosszul csinálok, de nézzük meg, hogy mennyire jól néz ki ez a háromosztatú hátsó lámpa, van egy markáns feneke, van egy jókora tengelytáv, és ezeket a nagy lemezeket olyan ügyesen, én nagyon szeretem, hogy meghatták. Egy nagy autó nézzen ki nagynak, ne akarjon kicsi lenni. De azért van benne itt alul egy kis dísz, ami így megtöri ezt a hatalmas nagy góbisivatagot, és nézzük meg az orrát, hogy végre valahogy kinéz. Egy tök jól felismerhető, karakteres, éppen a csicsán inneni külső, annyi krómmal amennyi kell. Kicsit fájdalmas itt nekem ez a előrenéző kamera, de lényegtelen. A lényeg az, hogy 360 fokos képet ad az autóról mindenit. Szerintem ez is nagyon jó eltalált. Nem mondom kétszer, hogy ezt már nem láttam egy Range Roveren, de ami ott működött, működik itt is. Ez egy szép nagy autó, és egyértelműen SUV. Az Audi Q5, talán még egy kicsit a Volkswagen Touareg, de legfőképp a Skoda Kodiaq ellenfele lesz, hiszen iszonyatosan jó ára van. Ennek is, meg a 3008-asnak is gondoljanak bele, hogy ez egy aránylag magasan felszerelt, allőr felszereltségű autó, és a belépő szint az ilyen 7 millió forint körül van, és a legfull-fullosabb GT, Uber felszerelt akármi se kerül, 11 milliónál többe. Mi direkt nem olyat vittünk el, mert szerintem ez a nagyon jól felszerelt, közepesnél egy kicsit jobb alul lesz az, ami a magyar piacot leginkább érdekli. Nézzük meg a forgalmat, hogy egyáltalán milyen motor van benne, mert azt se tudjuk. Üljünk be! Nézd meg, Bence, nyisd már ki az ajtót, mert nem fogsz látni semmit. Hogy látod? Emlékezzenek vissza, volt egy úgynevezett Peugeot Onyx tanulmány, amelynek az egész belseje ilyen vastag, kockás anyaggal volt bevonva, és már ott azt mondtuk, hogy de piszok jól néz ki,
és most itt van. Nagyon-nagyon menő. Szóval úgy menő, hogy nincs agyon bőrözve, nincs agyon kontúrozva. Tök szép. Tök szép. Viktor bácsi bólincs arra, mert te is láttál már sok autót, de ugye, hogy ez jól néz ki? Meglepő. Tehát a nagyon rendben van. Ami nagyon érdekes, hogy az ajtókárpitra mennyit adtak. Tehát itt van egy ilyen textilbetét, fémbetét, és ezeknek az anyagoknak a kombinációja, tudjuk, hogy gyártásban ezek mind drága dolgok. És nagyon macerás őket összehozni. Így nem van. Utolsó sorban, szóval gyártás technológiailag az autópanel egy meglehetősen összetett cucc. És úgy látom, hogy a hosszú lábúakra is gondoltak, mint én, és lehet hosszabbítani az üléslapot. Abszolút jó. A legjobb. 1006-os dízel. Ez kell nekünk. Bence, menjünk. Jó, ez a játékkormány, ez megmaradt. Gyere, ülj be. Látod? A váltó gombon pihenve tökéletesen eléred úgy az alsó billentyűket, amik fémből vannak. Nézd, úgy eléred, hogy itt nyugodtan megtámasztod az alkarodat, és akkor pötyöksz. Az érintőképernyős kijelző. Jó reggelt kívánok, ez kell. Tökéletesen jó az ergonómia. Megmutatnám, hogy 8 masszázspad van csak a háttámlába. Ez most a cica mancs masszázs. Fú, de nagyon jó. És ez még nem is a csúcs felszereltség. Ezt a zongoralakkot, ezt én nem tudom. Szóval biztos lehet mással is rendelni, de nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon high-tech, nagyon enterprise űrhajó az egész beltér. Full LCD a kijelző. Jó, láttunk már ilyet. De elektromos az ülés. Masszírozós. Kell több. Istenem, csak nehogy ráfogják, hogy ez egy sportos autó, mert nem, de én kényelmesnek mondják már. Jó, ez a kicsi kormány, ezt bár azt mondták a Peugeot-sok, hogy dehogy szeresd már meg, de nem. Nekem ehhez vagy túl nagy lapát kezem van, vagy túl sokat szimulátorozom, ez amit ha tévé előtt ülnék. Azért ilyen lapos a tetej, hogy lássuk a műszerfalat. Hiszen ha már lerakták, akkor már legalább ne tekerjek ki, úgyhogy csapjuk le a tetejét. Használható, de szeretik az emberek, nekem annyira nem jön be. És milyen csöndes ez a HDI motor. Tök jó autó, ugye? Genfben a 3008-as mellett állva, jaj, de nagy audio beállt, ez minden. A 3008-as mellett állva nem értettük, hogy mi a jó istené kapta ez az évautója díjat, de az így most már más. Szóval azért ez nagyon rendben van. De iszonyat, nem egy szintet lépett a Peugeot, hanem ötöt. Menjünk. Kérlek, Bence, közd be magad, addig nem vagyok hajlandó elindulni. Igazán nem szoktam polírozni az autókat, de azért, hogyha valami jó, akkor nem mondjuk róla azt, hogy nem az, csak azért, mert Peugeot. Szépen gurul. Nagyon elmésen, tök jó ráéreztek a súfságra. Paradox módon se a 3008-as, se az 5008-ast, azaz ezt nem lehet kapni összkerékhajtással, hiszen nagyon jól tudják a Peugeotnál, hogy a SUV az mára tulajdonképpen kiváltotta az átlag autót, a normál formájú szedánokat és hatchbackeket. A kutya nem használja őket terepen, de legalábbis a vásárlók 80%-a soha nem megy le az épített útról a SUV-okkal, ezért nem is lehet kapni összkerékhajtással. Advanced Grip Controlnak hívják, ami tulajdonképpen eredetileg a hátsó kerekes autók számára lett kifejlesztve. Ugye a nyomatékot, ami a kerekeken, a motor nyomatékot a kerekekre oldalanként tudja vektorálni, magyarán át tudja csoportosítani az erőt, hogy egyszerűen fejezzük ki magunkat a terheletlen kerékre, az ív belsőtől az ív külsőre. Na és ezt most ők adaptálták az első kerekes autóhoz, ugye ez egy első kerekes kocsi, és egy kicsi slippet, azaz kipörgést enged, mert az nem jó, hogyha folyamatosan elveszi a gázt laza talajon közlekedésnél, vagy télen, ezzel elősegítve az, hogy tudjunk haladni. Érdekes módon 4 évszakos gumihoz lőtték be tökéletesen a rendszert annak idején. Jobb, mint egy sima első kerekes autó, mondják azok, akik voltak vele terepen, meg ki is vitték oda, de azért egy összkerékhajtással azért nem ér fel. Itt van az üzemmód választója. Ó, ESP rendszer kikapcsolva, havasút üzemmód, sárüzemmód, homoküzemmód, ESP off. Tulajdonképpen ez egy menetbiztonsági elektronika, ami okosan tudja elől nyomatékot vektorálni az oldalak között. Megnyomod ezt a gombot, kérlek szépen a hangulatodat tudod beállítani. Relax hangulatunk van, vagy boost hangulatunk van? Mondjuk, hogy relax hangulatunk van, ilyenkor megváltozik nem csak a kijelző grafikája,
meg a beltérvilágítás, hanem az illatpatront, azt is hozzáillően adagolja. A 100 szónak is egy a vége, azért ez nagyon ott van. Azért ez nagyon ott van. Hogyha van egy autónkista, 3008, igen, ami az év autója lesz, és aztán csinálsz egy annál nagyobb verziót, ugye az 5008-ben most ülünk, igen, akkor a gyártó vajon mennyi mindent próbál meg a 3008-ból átpakolni az 5008-ba, hogy minél közelebb legyen az is az év autója címet szerzett példányhoz? A kérdés... Én azt bírom benned, hogy olyan dolgokra tudsz rácsodálkozni, mert ugye nem vagy autós ember, de nagyon szeretem ezt neked elmagyarázni. Nem azért, mert én egy okos fasz vagyok, hanem mert ehhez meg véletlenül értek. Szóval az a lényeg, hogy minél több közös komponest használsz végig egy adott modell sorozaton, nem olcsó lesz a gyártás. Szóval nem azért rakták ezt bele, nyilván azért, mert ez a friss fejlesztés, hanem pénzbe is jó így. Érted, hogyha ugyanazt a műszerfalhéjat, ugyanazokat a vezetési segédrendszereket, meg nagyjából a padlólemez is ugyanazt használod, ezt a Volkswagennek idején a 90-es évek közepén kitalálta már ezt az egyen padlólemezt, amikor a PQ platformok bejöttek, inkább azért csinálja. Jó, nyilván nagyon jó, mert az emberek fejében megvan, hogy 3008 az az év autója lett, az 5008 meg ugyanaz, csak nagyobb. És akkor innentől kezdve jó. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, mindent bele fognak rakni. Azért egyrészt, hogy olcsóbb legyen a gyártás, másrészt meg, hogy ugye az emberek fejében ez összeálljon. Jó, szeretem. Elfogadnám amúgy családi autónak minden további nélkül. Nem fogyaszt, mindjárt utána is járok, hogy mennyit. Nagyon pöpec. Nyugodtan elhihetik. Semmi kamu nincs benne, engem egy kávéval nem lehet megvenni, de ez azért most nagyon rendben van, ez az autó. 6,8. Elindulásunk óta. Kivesszük a kalaptártót. Zulu idő szerinti. No vajon, első nagy kérdés, el tudjuk-e hová tenni? Régen, ugye itt volt egy rekesz, de mivel ez az autó 7 személyes, ezért ez a rekesz nincs. Úgyhogy átadjuk a közeli barátunknak, és ott hagyjuk. Külön-külön mozgatható a három ülés, mutatom. Itt kell fönt meghúzni. Jó, tudjuk, hogy igazából ez úgy 7 személyes, mint én. Várjál, ne álljaskodj! Még egy kicsit jöhet hátrább. Picit. Nem nagyon. Sok. Jó. 12 voltos ájzatunk van itt hátul is, dicséretes. Van egy pár tároló rakodónk, de hát igen. Szóval ide gyerekeket tegyünk rövid távon. Én amúgy a mondó vagyok, hogy a 7 személyes autó akkor jó, ha tényleg 7 személyes, nem a gyerek az ütköző zóna. Itt a hátsó ablakba. Szükséghelyzetben jól jön, de hát amúgy. Na most gyere egyre előrébb, nézzük meg, hogy itt középen hogy férsz el. Teljesen. Annyira jó, hogy valaki gondolkozott és ilyenre csinálta az asztalkát, ezért közre tudjuk fogni. Ugye vannak azok a nagyok, amit lehet, és nem tud hova tenni a térdedet, mert ráhajlik. Ez ilyen. Csinálunk most még pár menős képet itt Csobánka környékén, aztán szépen visszavisszük, mert a többiek várnak rá, ezt mi ugyanis most úgymond lenyúltuk. Tartsanak velünk a legközelebbi Speedzone-tesztnél is. Pip-pip!